Szervusz, üdvözöllek, én Petrik Balázs vagyok. És úgy észrevehetted az előző videók során is, én szeretek autóból videózni. Ezt csak azért csinálom, nem azért, hogy vagánykodjak, hogy hát én autós videókat készítek, hanem azért is, hogy érezd a úgymond szabadságnak az érzését, hogy igenis így is elmondhatja valaki a mondani valóját valakinek, aki teljesen máshol van, mint én. De nem is ezt akartam mondani a mai alkalommal, ebben a mai videóban, hanem azt szerettem volna elmondani, hogy adj értéket. Na most ez alatt én mit értek? Biztos 100%-ig igazam van, hogy találkozhattál már az interneten azzal kapcsolatban, hogy adj értéket. Na most ezek az emberek is hozzám hasonlóan mit értenek ez alatt? Hogyha van egy ajánlatod, akkor amögött legyen valami érték. Szóval azt is lehet mondani, hogy add magadat. Hát én folyamatosan magamat adom, mióta az eszemet tudom. Ez alatt azt értem, hogy én egy zenész, színpadi ember vagyok, sokak által egy művész ember. Annak idején az 1996-os utolsó, hangsúlyozom, az utolsó tévés Ki mit tudban jelentem meg, mint paródista ember. Szóval más embereknek a bőrébe belebújtam, más emberek hangján beszéltem, énekeltem, amit még a mai napig is csinálok, csak hát most nem ez van fókuszban, hanem a zenélés. De most ez kicsit most lényegtelen dolog, illetve nem lényegtelen, de most nem erről szeretnék beszélni, hanem hogy adj értéket. Ha te is közösségi oldalon vagy jelen, például most a Facebookon, ugye több közösségi oldal is létezik, tehát most napjainkban legnépszerűbb a Facebook, csúnya elsős idő van, csak hogy ezt is elmondjam neked. Rettenetesen beköszöntött most az ősz, az esős, nyírkos, nyárkás, az a nem szeretem idők, tudod. És ilyenkor olyan jó az otthon melegéből ezt a videót is nézni, ugyebár? Na, szóval ott hagytam abba, hogy közösségi oldalak léteznek, és szerintem létezni is fognak. Most itt hozhat egy kormány, vagy akármilyen felső vezető, mondjuk nekem nem felső vezetőm, de mindegy, ebben ne is menjünk bele, hozhatnak itt akármilyen törvényt, adót. Az emberek szerintem akkor is meg fogják venni ezt a terméket, lásd, itt van az internet, lásd, naponta szinte drágul a benzin, most jó, kivételesen most csökkent a benzinnek az ára, hova írjam föl, hogy ennek lehet, hogy nagyon sok ember örül, lehet, hogy valaki nem örül, mindegy. Szóval adj értéket. Ezt ugye átvitt értelemben értjük. Nem az, hogy most adj egy kiló aranyláncot, vagy ilyesmi. Szóval mutass magadból minél többet, és pozitív dolgot, ember. Nagyon sokakat látok politizálni a Facebookon. Akkor ilyen emberi roncsokat kitesznek, akkor állatkínzásról van. Jó, én is elítélem az állatkínzást. De nem ilyen képekre, nem ilyen témákra kíváncsiak az emberek, ami amúgy is negatív világunkban, hanem arra kíváncsiak az emberek, hogy megoldást hogy tudnak találni, akár milyen problémára. Szóval ezt kellene megérteni, hogy az embereknek problémáik vannak. Most ez teljesen mindegy, hogy milyen probléma. Kis probléma, nagy probléma, megoldást szeretnének, és pozitív dolgokra vágynak. Én ezt nagyon jól tudom, mert most is egy olyan rendezvényre tartok, amúgy egy nyugdíjas klub, Monoron, több is létezik, de ez a legnagyobb nyugdíjas klub, körülbelül 50 főt tartalmaz, 50-en vannak ebben aktívan résztvevők, és egy nagyon aranyos, kedves emberkékről van szó, akik szeretnek mulatni, táncolni, és én most, Petrik Balázs, a zenész ember, oda tartok, ő hozzájuk, szóval így várnak, tárgykarokkal. Na most én is már valamikor értéket adtam, azért ismernek. Sőt, édesapám is nagyon-nagyon régen értéket ad ezzel kapcsolatban, mert őt is már ismerik nagyon-nagyon régen ezek a körök, és én igyekszem az ő nyomdokaiba lépni, és értéket adok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, hogy megnéztél, meghallgattál, és kívánok neked
további szép napot. Ja, és még mielőtt elfelejtem, a videó alatt található egy link, van egy link. Ha tetszett a videóm, akkor iratkozz fel a hírlevél sorozatomra, és akkor találkozzunk a hírleveleimben. Köszönöm még egyszer a figyelmedet, legyen szép napot. Petrik Balázs voltam, szia!